Én 70 éves leszek most jövő hónapban, és hála Istennek túlestem a nagy szívműtéten, és semmi bajom nincs, én is Istennek köszönhetem. És hát én egy olyan paszban vagyok, hogy állandó az új keresés és a fejlődés, mert ilyennek adott az Isten ilyen tehetséget is. Ha hozzám ilyen korban lévő kollégák viszont már ülnek a babérjaikon, vagy hogy már nem tudnak, már inkább lefelé csúsznak, és akkor azért van az, hogy én a jókat keresem, és a jók a fiatalok. Tehát ezek sem 20 évesek, de hát 30 éve körüli emberek, és ilyeneket dolgozom. És a magam korabeli, hát most gondold el, egy magam körül egy 70 éves dobosra nem tudok játszani, mert öreg ember a doboláshoz, és vagy egy bőgős. Én egy szerencsés helyzetben vagyok. Nekem van két fiam, aki nagyon jó zongorázik, a Béla meg a Robi, szintén jazz-zongoristák, és azt mondtam nekik, hogy de senki nem fogja nekem megmondani, nem merik megmondani a szemembe a kollégák, hogy most már, és sem mondom meg a idősebb hozzám hasonlók, akikkel együtt kezdtem, hogy veled nem játszom azért, mert már te nem tudom hozni, hogy nem úgy játszol. Mondtam, hogy a fiaimnak, hogy gyerekeim, ha úgy látjátok, hogy már kihagy az agyam, vagy az energiám, és nem úgy zongorázom, akkor gyertek oda hozzám, hogy apa, most már jó lenne apa vagy, mert mindenki beszél rólad, hogy mindenki zongorázom. És ezt meg fogom köszönni, mert egy nagyon nehéz karrier csinálni, de azt mondják, hogy még nehezebb apa hagyni.